Mi Hazánk mozgalom a családjogi reformok szükségességére hívja fel a figyelmet egy közelmúltbeli sajnálatos tragédia kapcsán. Mint ismeretes, egy Olaszországba szökött édesanya végezte ki brutális kegyetlenséggel fiúgyermekét, mert a bíróság az apának ítélte a gyermek láthatási jogát, az anya pedig úgy gondolta, hogy akkor inkább ne legyen a gyermek senkié. Először is szeretném a Mi Hazánk mozgalom nevében is részvétemet nyilvánítani az áldozat szerető hozzátartozói számára. Másodszorban pedig szükséges felhívni a figyelmet egy ilyen eset kapcsán, hogy bármilyen szörnyű is a helyzet, ez sajnos még mindig csak a jéghegy csúcsa. Az Apák az Igazságért Egyesület elnökségi tagja, aki mediátorként vett részt a szóban forgó anya és apa közötti közvetítésben, azt a kritikát fogalmazta meg, hogy ennek az esetnek a létrejöttében sajnos szerepe volt az eljáró hatóságok figyelmetlenségének, az eljáró hatóságok maradi, múltban gyökerező gondolkodásmódjának és következetlenségének. Felhívta a figyelmet arra is továbbá, hogy az ilyen esetek sajnos gyakoriak, és a rendszer ilyen jellegű működése az sajnos mindennapos. Ezzel a családok legártatlanabb és legsérülékenyebb tagjainak, a gyermekeknek okozva mindenképpen testi, de leggyakrabban lelki sérüléseket is. A jogalkotás, legfőképp a joghasználat és a társadalmi képzetek, mint egy a nő tulajdonának tekintik a gyermeket. Nem csoda hát, hogy az ilyen tragédiák kapcsán az anyák részéről sajnos néha felmerül az az igény, hogy foggal körömmel mindenáron az ő vélt és kizárólagos jogukhoz ragaszkodva tegyenek meg mindent a gyermek szó szerinti birtoklásáért. És sajnos az édesapák is bele vannak kényszerítve ugyanilyen helyzetekbe. Tudjuk, hogy Magyarországon a házasságok fele sajnos válással végződik, és ezek a válások ritkán zajlanak szépen, általában bíróság bontóperek kapcsán mondja ki a legvégső szót. A gyermek mindig valamelyik szülőhöz kerül, és a szörnyű tragédia dologban az, hogy valamelyik szülő mindig elveszíti a gyermek felügyeleti jogot, tulajdonképpen magát, a szülői jogait. A legtöbb esetben ezek az édesapák. És ezt az apa ellenes sztereotípiát sajnos csak növeli a jelenlegi családjogi helyzet. Orbán Viktor a demográfiai csúcs kapcsán kijelentette, hogy a demográfiai alapvetések harmadik pilléreként a magyar családpolitikát az édesanyákra kívánja alapozni. Teljesen nonsensnek tartjuk, hogy az édesanyák szükségszerű megbecsülése mellett nem jut hely a mai magyar családpolitikában az édesapák megbecsülésének is. Holott egy család anyából és apából kell, hogy álljon, legfőképpen a gyermek legnagyobb javára. Olyannyira nem része az édesapák megbecsülése a magyar családpolitikának, hogy az egyik társadalmi szervezet, a Valódi Egyenlőségért civil szervezet épp a mai napon tájékoztatott arról, hogy a demográfiai csúcson elhangzottak keretében egy állásfoglalást és petíciót juttattak el minden egyes parlamenti képviselőnek személyre szólóan e-mailen, és mindez idáig csupán egyetlen egy képviselőtől kaptak erre a témára választ. Ez a képviselő egyébként Dúró Dóra képviselőasszony volt. A jogalkalmazó sajnos ezt a kialakult helyzetet nem enyhíti, hanem súlyosbítja, mégpedig a győztes-vesztes típusú gyermekelhelyezési perekkel, amelyben nem a gyermek javát nézik, hanem győztest és vesztest hirdetnek a szülők között, és szükségszerűen összeugrasztják a két szülőt, akik egyébként talán meg tudnának egyezni a válás során, hiszen az, hogy két ember, két felnőtt ember úgy dönt, hogy nem kíván tovább együtt élni a házasság kötelékében, ez nem szabad, hogy szükségszerűen azt jelentse, hogy ők egyúttal, valamelyikük a gyermektől is elválik.
Márpedig a mai magyar valóságban sajnos rendszeresen és nagyon nagy számban ez történik. A gyermekfelügyeleti jog egy olyan szülői alapvetés, ami nélkül egy szülő másodrangúvá van degradálva. Ezek a szülők sajnos tudva levőleg a legtöbb esetben az édesapák. A Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza tehát, hogy a váltott elhelyezés gyakorlatát vezesse be a magyar családjog, a váltott elhelyezés kapcsán pedig mind az ENSZ gyermekjogi megnyilvánulásai, mind pedig az Európa Tanács 2015/2079-es ajánlása ugyanilyen alapokon állva javasolja, hogy a gyermek legalapvetőbb jogaira és érdekeire nézve mindkét szülő vegyen részt annak érdekében. Harmonizál továbbá ez a felvetés a magyar alaptörvénnyel is. Lévén a gyereknek mindkét szülőhöz joga van, az egészséges fejlődése érdekében mind az édesanyára, mind az édesapára szüksége van, ezért a válás ne jelentse a gyermek jogainak, vagy bármelyik szülő jogainak a megnyilvánulását. A jelenlegi jogalkalmazás, a jelenlegi bírói gyakorlat sajnos nemhogy mediátorként közvetítene a két szülő között és együttműködésre biztatná őket, de valójában ő maga teremti meg a háborúzás feltételeit és szükségességét a két fél között, a már említett győztes-vesztes típusú ítélethirdetéssel. És a két szülő egy olyan magánháborúban találja magát, ahol gyakorlatilag minden eszközt igyekeznek bevetni, hogy a szülői jogaikat megtarthassák. Ugyanezt az erőt, energiát, pénzt, amelyet a szülők a bontóperek során teljesen rossz célokra pocsékolnak, arra kell fordítani, hogy a szülők továbbra is együttműködve nevelhessék a gyermekeiket. A hatóságok pedig a bontóperek és ezen magánháborúk támogatása helyett a saját erőiket, a saját energiaforrásaikat ugyanerre a célra használják, hogy a gyermekek mindkét szülőjükkel a lehető legjobban élve tudjanak felnevelkedni. Szorgalmazzuk tehát azokat az apró, de nagyon szükséges változtatásokat a családjogban, továbbá azokat a nagy változtatásokat a családjog alkalmazásában, szorgalmazzuk azokat az eljáró hatósági bevett szokások megváltoztatásának szükségességét, amelyek együttesen vezetnek ahhoz, hogy a magyar családjog végre valóban azt a célt szolgálja, amiért létrejött a családokat. Ehhez mindenképpen szükséges a pártpolitika felett álló konszenzusos egyeztetés szakmai alapokra helyezve, és az eddigi gyakorlat szerint megszólítva a civileket, ám az eddigi gyakorlattól eltérően mindebbe az apajogi és férfijogi szervezeteket is tekintsék partnereknek. Végezetül pedig a Mi Hazánk mozgalom nevében követelem, hogy a magyar családjog írott betűje, a magyar családjog alkalmazása, valamint az alkalmazó hatóságok végre valóban úgy járjanak el, ahogy ezt minden eljárás során szóban hangoztatják, de valójában nem teszik, kizárólag a gyermekek érdekét szem előtt tartva.